Barbara, a csacsi. Kéne nekem egy csacsi, de olyan igazi. Azt hiszem, jól tudnék vele játszani. Mufurcnak hívnám, és adnék neki enni. És úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa kinevetett, és vette egy videót. Jobb lett volna egy csacsi, az nem fogyaszt áramot. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira! Nyafogtam, hogy jó, de miért nem egy csacsira? Jaj, fiam, hagyjál már ilyen butasággal! Mihez kezdenénk egy makacsjószággal? Hol szaladgálna, és mivel etetnéd? S hol aludna, talán az ágyadba vinnéd? Kimértem, a szobámba épp befér egy csacsi. Csak az ágyamat kéne egy kicsit arrébb tolni. És igen, aludni bevinném az ágyba. Nem is kéne más, tán csak még egy párna. Anya azt mondta, jaj, fiam, ne legyél ilyen buti, lakásban nem való egy igazi csacsi. Jó, de ha megnövök, veszek egy nagy kertet, ültetek bele kórót, vetek bele füvet, és nem veszek videót, és nem veszek új kocsit, lesz sok pénzem, és végre vehetek egy csacsit.